Többek között bútorokat cseréltek, felújították a főzőkonyhákat és a belső tereket, valamint új játékokat is beszereztek négy nyíregyházi bölcsődében. A nevelési intézményeket összesen közel 238 millió forintból korszerűsítették a megye székhelyen. Négy bölcsődékben történt olyan felújítás és eszközbeszerzés, ami a mindennapokban az intézmény működéséhez szükséges, és így azt tudjuk mondani, hogy nem történhet olyan, hogy gátolná az intézmény működését. A felújításokra azért volt szükség, mert nagyon régen épültek az intézményeink, és el tudom azt is mondani, hogy körülbelül ugyanazokkal a beszerzett eszközökkel működtünk, mint az építkezés kezdetén. A családok segítése és a gyermekek gondozási feltételeinek a javítása a cél, hangsúlyozta Kovács Ferenc. A város polgármestere szerint fontos, hogy valamennyi önkormányzati bölcsődében megteremtsék az egészséges környezet és a hatékony nevelés feltételeit. Természetesen mindig vannak tennivalók, és lesznek is, ezért ebben az évben a pályázati, 100%-os pályázati kiemelt nagy forrás mellé az önkormányzat saját erejéből, saját pénzeiből a 38,3 milliót fordított 6 bölcsődénél a szükséges teendők finanszírozására. Én azt gondolom, ha valaki végignézi Nyíregyháza önkormányzati bölcsődeit, és visszaemlékszik, hogy 2010-ben milyen állapotok voltak, óriási a különbség. Kovács Ferenc hozzátette, a 9 önkormányzati bölcsőde közül már csak a Tas utcai intézmény korszerűsítése van hátra, de mint mondta, jövőre már itt is megújult környezet várja a gyermekeket.